A riói olimpia után, illetve a második olimpiai bajnoki címem után nehéz volt visszaállni az edzések, a felkészülés, az edzőtáborok, a versenyek ritmusába. Eleve nehéz cím után újra motivációt találni, megkeresni azt az okot, ami miatt hajlandó vagyok napi 3-4-5 órát az edzőterembe tölteni, és izzadni azért, hogy újra versenyezhessek. Nem akartam a szabadság utolsó szele. Sokat gondolkoztál ezen a kommenten? Úgy érzem, hogy ebben az olimpiai ciklusban lesz csomó változás. Megnősülök, elkötelezem magam a magánéletemre, ami egy nagyon jó dolog. Én szeretek nyerni. Én azt élvezem. Ezt kicsit talán nem volt. Edzésen is szeretek nyerni, de a verseny jó. You have one of the best defense in the history. Nekem a vívás az életem. Én egy e-sportoló vagyok, én egy vívó vagyok, jól érzem magam ebben a közegben. Szeretem azt, amit csinálok. Nap mint nap olyan élményekkel gazdagodom, ami építi a személyiségemet. Úgy érzem, hogy még van erő bennem, hogy egy következő olimpiai ciklust is végig csináljak. És amint ezeket az állításokat megfogalmaztam, onnantól kezdve már nem volt kérdés, hogy én Tokióig folytatom a vívást. Meg tudjam nyerni, de remélem, hogy nem, mert én is meg akarom nyerni. Szattári András megnyeri! Szarul vívtam Varsóba a döntőbe, szarul vívtam most is. Nem tudom, mit történik. Többet kell vállalni most a második felébe. Gyerünk! Allez! Itt most mi fogunk nyerni, ez a mi aranyérünk, nem az övé.